Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Hűségedben bízom, Istenem, szívem örül a Te segítségednek. Menedékem és pajzsom vagy, Uram, a Te beszédedben reménykedem. Támogass engem igéd szerint, hogy éljek, s ne szégyeníts meg reménységemben. Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Uram Istenem, bánom, hogy visszaéltem kegyelmeddel, megvetettem hívó szavadat, és nem követtem útmutatásodat. Gyógyíts meg engem igéddel, tedd hallóvá fülemet, és engedelmessé szívemet az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánul meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Istenünk, a benned reménykedők ereje, hallgasd meg könyörgésünket, mert nélküled semmit sem tehetünk. Segíts meg minket kegyelmeddel, hogy megtartsuk parancsolataidat, és így tetszésedre legyen akarásunk és cselekvésünk. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket, hogy igét hirdetése, üzeneted megszólaltatása, a te dicsőségedet szolgálja. Jézus Krisztus, ami Urunk által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Ámen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istennek azt az evangéliumi szent igéjét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 16. fejezetében, a 19. verstől a 31. terjedő szakaszban a következőképpen. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött,
és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele. Ez azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták sebeit. Egyszer aztán meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a poklokban, kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm el ángban. De Ábrahám így válaszolt, Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is van, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Mire az így szólt? Akkor arra kérlek, Atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt, van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De erre ezt mondta, nem úgy, Atyám Ábrahám, ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszült fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt, eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
Legyen nékünk kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, ebben az ünnepi órában Istennek hozzánk szóló üzenetét, amely írva található Mózes második könyvének 19. fejezetében, a fejezet 3. versétől a 8. versig terjedő szakaszban. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szól Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép között, bár enyém az egész föld. És papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Azután lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és előadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket az Úr parancsolt neki. Az egész nép egy akarattal felelte, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes megvitte a nép válaszát az Úrnak. Eddig tart Isten írott igéje. Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet! A 133. Zsoltár szavaival szeretném és tudnám mostani érzéseimet kifejezni. Ímé mi jó és mi gyönyörűséges, amikor az atyafiak együtt vannak. Azt hiszem, jó nekünk, hogy itt vagyunk, itt lehetünk, együtt lehetünk, azon a helyen, ahol noha csak rövid ideig vagyunk együtt, mégis érezzük valamennyien, hogy sugárzik a szeretet. Istennek erről a szeretetéről szólott a felolvasott bibliai szakaszunk is. Megkapóan gyönyörűséges kép az, amely tömören összefoglalja Isten vándorló népének a tapasztalatát, és ennek a belső tartalmát is. Egy családi jelenet az, amit hallottunk, és amire most figyelhetünk. Mózes, Isten embere, amikor népét már Isten segítségével kihozta, a pusztai vándorlás megkezdődik, egybegyűjti a népet, hogy Isten színe előtt kezdődjék meg ez a vándorút. És akkor használja ezt a gyönyörű, a sasmadár életéből vett képet, amikor arról van szó, hogy az apa madár és az anya madár valami egészen különleges ösztöntől indítatva gyermekeit kiszórja a fészekből. Mózes szereti ezt a képet, amikor népéről van szó, népének sorsáról. Amikor a vándorút végén 40 esztendő múlva ott van Izrael határa előtt, a Jordán folyónál, amely vízválasztó is egyúttal az ő számára, ugyanezt a gyönyörű képet használja és alkalmazza, amikor arról beszél, Isten, mint egy sasmadár ott lebeg a fészek fölött, fölrebbenti a kis fiókákat, szétszólja őket, és ebben a gyönyörű képben látja meg Isten vándorló népének lényegét és tartalmát is. Valami ilyesmi van most itt a mi körünkben is. Fiatalok, akiket most szór ki az Isten ebből a fészekből, idősebbek, akik talán 40 esztendei vagy 60 esztendei vándorút után gondolnak mindarra, amit tett velük az Isten az élet során. Ez az a gyönyörű és csodálatos kép, amelyet alkalmaz ő, és amelyre érdemes figyelni magunknak is. Arról van szó, hogy amint kiszórja a kis fiókákat, ezek a kis fiókák szinte páni félelemmel ott repkednek, leesnek, nem tudnak röbdösni még, és akkor az apa madár és az anya madár féltő figyelemmel és szeretettel nézi ezeknek a kis madárkáknak nem csak a riadalmát, hanem a tusakodását is. Hogyan próbálnak szárnyra kelni, hogyan kezdődik az életük.
és amikor látják, hogy a szédítő mélységnél most már lecsapódnak, és talán egy sziklára fognak zuhanni, és az életüknek vége, akkor az szülők bukórepülésben alárepülnek, szárnyukat, mint egy evező, tollakat kiterjesztik, fölemelik ezeket a kis madarakat, megvédik és megoltalmazza őket a pusztulástól, a rettenettől, a megsemmisüléstől. Isten mindenkori népe ezt az élményt éli át, úgy is, mint nép, úgy is, mint iskola, és úgy is, mint egyén. Sokat beszélnek manapság Trianonról, Isten megőrzi az övéit. Sokan beszélünk arról, hogy hogyan és miképpen szórja Isten, maga Isten a történelem ura, egy-egy iskoláját, egy-egy fészkét, egy-egy helyét, és sokan beszélnek arról, hogy egyéni életünkben hogyan és miképpen bíztunk vagy nem bíztunk az Istenben, amikor kiszórt bennünket a megszokott fészkeinkből, a megszokott helyeinkről és vágányainkról, amikor úgy hittük, hogy már minden összeomlott, amikor azt gondoltuk, nincs reménységünk, amikor nem láttuk az Isten, csak annyit gondoltunk, hogy megrövidült a keze. Hol van az Isten? A legrettenetesebb kérdés és kiáltás életünkben, amely valóban egzisztenciális kérdés, mert olyan kérdés, amire nem lehet válaszolni megszokott papi módon, vagy teológusi módon, hanem olyan kérdés, amely véresre sebzi a szívünket, az életünket, a sorsunkat, és az Isten válaszol, miért nem bíztál bennem, miért nem bízol bennem? Én veled vagyok, elkísérlek utadon. Ez a gyönyörű jelenet és ez a gyönyörű kép. Az Isten emberi sorsokat, életeket, intézményeket megőrző kegyelméről szól. Arról a hűséges szeretetről, hogy az Isten sokkal nagyobb szeretettel keres bennünket, sokkal nagyobb szeretettel néz ránk, mint amilyen szeretettel, hűséggel gondolunk mi ő rá, és vesszük bele őt terveinkbe és életünkbe. Testvérek, most itt vagyunk és együtt vagyunk. Fiatalok és idősek, akik különböző módon tudnak talán vallani arról, hogyan hordozott bennünket az Isten. De most gondolunk erre az iskolára, erre az intézményre, arra a csodára, amely megtartotta ezt a népet, megtartotta ezt a közönséget, megtartotta mindazokat, akik számára sokat jelent ez az iskola. Hálával gondolunk az Isten kegyelmére, arra a kegyelemre, amely ezt az ősi fészket rakta, ezt az ősi fészket megtartotta. És amikor kiszór bennünket az Isten innen, akkor örömmel megyünk tovább az útunkra, mert tudjuk, Isten jövendőt készít nekünk is, maradékainknak is. Így kívánom Magyar Református Egyházunk nevében is, a Reformátusok Közössége nevében, hogy az Isten tartsa, őrizze meg ezt az ősi intézményt fiataljaival, öreg diákjaival együtt, hogy éljen, virágozzék és növekedjék. Amen. Jó reggelt, Úristen, köszöntelek téged, legyen ma is teljes a te dicsőséged. Jó reggelt, Úristen, köszöntelek téged, legyen ma is minden reggel, 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 minden reggel,
hallgassa meg az ünneplő gyülekezet az evangéliumi szakaszt János evangéliumából, melyet a 4. fejezetben a 39-től a 42. versekig találunk. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek Jézusban az asszony szava miatt, aki így tanúskodott: megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták: már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Ezek az evangélium igéi. Adunk téged, Krisztus. Főtisztelendő püspök úr, kedves lelkész testvéreim, kedves ünneplő gyülekezet, mai licista diákok, testvérei mindannyian. Soproni vagyok, a Berzsenyi Dániel gimnázium egykori növendéke. Az alkalom, hogy püspök úr és a lelkész urak meghívtak, az volt, hogy osztályom tegnap és ma tartotta 35. érettségi találkozóját. Hadd mondjam, vártam ezt a pillanatot, hogy egyszer, és most első alkalommal itt az evangélikus templomban beszélhetek. Nem beszélni akarok, hanem tanúságot tenni. Mindenek előtt megköszönöm Istennek azt a sok ajándékot, amelyet az elmúlt 35 esztendőben is, de egész életemben kaphattam. Szeretném megköszönni a 4 gimnáziumi évet, és hálámat kifejezni Isten után a még élő tanáraimnak, akik részben itt vannak. Az imént hallottunk a gimnázium kapuja alatt az emléktáblánál egy kedves, megemlékező beszédet, és ott a idősebb diáktárs azt mondta, hogy nincs senki, aki jobban szeretné ezt az intézményt, ezt az iskolát, mint ő. És én azt mondtam akkor a református testvéremnek: hála Istennek, minden nemzedékben van néhány ember, aki nagyon szereti ezt az iskolát, és ezért lehetséges az, hogy ez az iskola ma ismét evangélikus liceum. Isten adjon örök békességet elhunyt tanárainknak, és Isten áldja meg az intézet igazgatóját, tanárait és mostani növendékeit, diákjait. De, kedveseim, ne a múltra nézzünk, hanem a jövőre. Az imént felolvastam egy evangéliumi szakaszt, amely egy sajátos párbeszédnek a vége. Jézus találkozik a szamáriai asszonnyal, párbeszédet kezdenek, és ez tulajdonképpen a beszédnek már a vége. Nagyon érdekes és sajátos helyzet. Jézus a beszélgetés során föltárja létét, küldetését az asszony előtt. Az asszony szívében meggyőződik róla, hogy Jézus a Messiás, a világ megváltója. Örömében elmegy és hívja a többieket, a városlakókat, hogy jöjjetek, hallgassátok. Egy ideig, mert hallottuk, hogy 2 napig Jézus ott maradt Szamáriában, hallgatják Jézust, és akkor a szamáriaiak visszajelzik az asszonynak: most már nem a te beszédednek hiszünk, hanem már mi is meggyőződtünk arról, hogy valóban ő a világ üdvözítője.
kedves testvéreim, valóban Jézus Krisztus a világ üdvözítője. Ez hitvallás. Senkiben sem égen, sem földön magasztosabb nevet, lehetőséget nem kaptunk, mint Isten fiában, Jézus Krisztusban, aki mindannyiunk számára ott akkor a szamáriai asszony és a szamária beliek számára út, igazság és élet lett. És hogyha azt mondottam az imént, hogy ne visszafelé tekintsünk, hanem előre, akkor az a gondolat motivált, amit az írásból veszünk, és kell újra és újra meghallanunk, amit Isten szent lelke mond a ma egyházának, a ma gyülekezeteinek. Íme én újjá alkotok mindent. Kedves testvéreim, itt az ünneplő gyülekezetben vagyunk katolikusok, református, evangélikus testvérek, ott úgy mondjuk ma talán divatosan bevett módon, hogy a történelmi egyházak tagjai, képviselői. Azt gondolom, Isten szava minden történelmi kereten és meghatározottságon fölül van, és Isten szava azt üzeni ma minden Krisztus hívőnek, hogy nyissa meg szívét, nyissa meg szemét és fülét újra és újra az evangéliumnak, hogy Isten szent lelke, Isten szava által újjá és egységessé teremthessen bennünket. Engedni kell minden gyülekezetnek, hogy Krisztus evangéliuma átjárja az életünket, hogy Krisztus valóban kovász, mécsvilág, forrásvíz, tiszta kenyér legyen az életünkbe. És ha bennünket, magunkat, a mi lelkünket, aztán a gyülekezeteinket átjárja Isten megújító szeretete és újjáteremtő ereje, akkor azt gondolom, nem kell nekünk a jövőtől aggódnunk és félnünk, hiszen múlt, jelen és jövő a történelem Istenének, a történelem Urának a kezében van. Tudatosítanunk és el kell fogadnunk hittel azt is, hogy mindannyian, akik itt vagyunk most ebben az ünneplő közösségben és gyülekezetben, mindannyiunkat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kereszteltek meg. Mi testvérei, nem csak féltestvérei vagyunk egymásnak. Én Magyarország jövőjét, a magyar nemzetnek a jövőjét, és egyházainknak a jövőjét sem tudom elképzelni, anélkül, hogy az ne a kölcsönös kiengesztelődés, az ökuméné, a kölcsönös szeretetnek a lelkületében lehetne megvalósítani. Kedves ünneplő közösség, kedves testvéreim, Jézus Krisztus nem csak a szamáriai asszonyt, és nem csak a szamária béli embereket akarja fölvilágosítani arról, hogy valóban ő a világ üdvözítője, hanem bennünket. Ha lehet jó kívánság, ha lehet kérés, ha lehet bátorítás és buzdítás, akkor hadd kérjen mindannyiunktól. A világ jövője és üdvössége reményében vegyük a hitünket, a Jézus Krisztusba vetett hitünket halálosan komolyan. És engedjük, hogy Jézus Krisztus lelkülete átjárja életünket, és így legyünk környezetünk számára is mécsvilág, kenyér, forrásvíz, szeretetben és egységben. Amint az imént énekeltünk, ezt a 446.
énekből vett verset szeretném idézni, és ezzel kívánom befejezni igehirdetésemet, tanúságtételemet. Kérem, nem csak ajkunkkal, hanem szívünkkel, egész valónkkal és hitünkkel valljuk meg. Egy Urunk s Atyánk van, egy test tagjai vagyunk. Testvérekként kell hát szeretetben maradnunk. Isten úgy alkotta az egész világot, hogy csak a szeretet adhat boldogságot. Amen. Békesség néktek, a mi élő Urunknak, Jézus Krisztusnak ezzel a szavával köszöntelek titeket, testvéreim, és mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kapcsolódnak be ünnepi Isten tiszteletünkbe. Hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk János apostol első levele 4. részéből, a 16. verstől a 21-ig. János apostol ezt írja, az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogy a nő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, abban nem lett teljessé a szeretet. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki ezt mondja, szeretem az Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a testvérét is. Ámen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Ingmar Bergman, világhírű svéd filmrendező a Tükör által homályosan című filmjében arról ír, hogy miután az édesapa megözvegyült és két gyermekét egyedül neveli, nagyobbik lánya férjhez megy, de fájdalmas betegség gyötri, és az elmeosztály kapuja bezárul mögötte, a 16 éves fiú testvér kérdezi, édesapám, micsoda az Isten? Az édesapa tört szavakkal keresi a választ, talán szeretet,
Talán maga a szeretet az Isten? Valójában váltó fogalmak, szeretet és Isten? Vagy maga a szeretet az Isten ebben a világban? János apostol korában Isten léte nem kérdőjeleződött meg, mint napjainkban, de lényege, kiléte, tartalma sokféle választ inspirált. Isten a vérszomjas igény, aki emberáldozatot követel, Isten a rendíthetetlen nyugalom, aki tétlenségében tetszeleg a világ történésein, Isten a nyomasztó fennség, aki meghunyászkodva, félve és remegve várja, hogy nézzünk fel reá. Isten a leghatalmasabb méretű ember, aki az olimpikonok aranybajnokainak a beképzeltségével igényli, hogy mit tesznek bukdácsoló teremtményei. Isten az ítélet, aki a végső igazságot mondja ki, vagy a kiszámíthatatlan szeszély, aki a tudatlanokat megrettenti. Az ész, amiként a francia felvilágosult forradalom idején ünnepelték, vagy Isten maga az érzelem, aki kuszált viszonyok kibogozhatatlan szövedékébe helyezi az embert? Meg annyi kérdés, sokféle talány, és milyen meggyőzően, egyszerűen, veretes és belső bizonyosságot ébresztően mondja az apostol, az Isten szeretet. Ez nem elméleti kijelentés, bölcs logikájára épülő filozófiai igazság. Ez a szeretet látható a teremtés hajnalán, és azóta is. Ez a szeretet rejtőzik a gondviselés sajátos formái mögött. Ez a szeretet rejtőzik a Golgotai kereszt értünk fölállított történeti ténye mögött. Ez a szeretet rejtőzik az egyház létrejötte történelme és mai léte mögött. Ez a szeretet rejtőzik pislákoló hited, bukdácsoló Krisztus követésed és töredékes szereteted mögött is. Sören Kierkegaard, dán evangélikus lelkész és az evangélikus teológia kiváló művelője, az egzisztencialista filozófia atya írja, ahogyan a csendes tó alapja mélyen van a forrásban, amelyet szem nem láthat, aképpen az emberi szeretetnek még mélyebb alapja van az Isten szeretetében. Mert a tavat megtöltő forrást nem látjuk, csak a vizet, amely éltet, amelynek hullámai jelzik az élet belső mozgását, sajátos ritmusát, amelynek párája élteti a világot, de a forrás nélkül nincs tó. Az Isten szeretetében forrásozik hát minden emberi szeretet, akár tud róla valaki, akár keresi még szeretetének az eredetét. Ezért mondja Bergman filmjének a fiú szereplője, a nővéremet, Karint szeretjük, s mert szeretjük, ezért az Isten veszi körül. Mert ahol a szeretet él, ott él az Isten. Ahol szeretet van családban, egyházban, világban, ott jelen van az Isten. A szeretet után vágyakozik minden lélek, mi mindannyian. Több megértést, több segítséget, több melegséget várunk az élet minden területén, társadalomban éppen úgy, mint a parlamentben, vagy a népek és a nemzetek között. Tudjuk jól, hogy csak ez a szeretet tehet boldogabbá, elégedettebbé, kiegyensúlyozottabbá. Talán ez a szeretet növelheti alkotókészségünket is. Igaza van József Attilának, amikor egyik versében azt írja, talán egy nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy fölmelegedjenek mellette az emberek. Talán egy ilyen rőzseláng, minden Isten tisztelet, egy ilyen rőzseláng, minden iskola, egy ilyen rőzseláng, minden család, minden nemzet, kérdezzük. Egy nagy-nagy tüzet kéne rakni, ahol mindenki helyet talál, ahol mindenki megmelegszik, ahol mindenki
a szeretet melegével töltekezik. Mert lehet bennünk természetesen szeretet, de nem elég. Át kell élnünk, hogy elfogy a szeretetünk, elillan, oly gyorsan, mint a boldogság órái, lemerülünk, mint az autó akkumulátora, töltekeznünk kell. A szeretetet ugyanis valakitől meg kell tapasztalnunk, édesanyánktól, szüleinktől, tanárainktól, feletteseinktől, barátainktól, öreg diáktársunktól, professzorainktól, a nemzet nagyjaitól, a történelem kiválóságaitól, bizonnyal, de még inkább magától, az Istentől, aki az egyetlen örök és kiapadhatatlan forrása a szeretetnek, aki az egyetlen és soha el nem fogyó szeretet táplálója, aki nem múlik el, aki nem merül le, mint az akkumulátor. Nem filozófiai kérdés tehát, hogy van-e Isten vagy nincs, élet szükséglet, hogy felfedezzük a forrást, mint az eltikkadt vándor, amikor hegyek ormai között maga is megszomjazik már, s végre tudja, hogy közel van a forrás, ahol felüdülhet. Egyetlen üdítő hely, maga az Isten, az, aki a szeretet örök lényege, az, aki a szeretet örök forrása, élet szükséglet, hogy oda találjunk, mint a fáradt, tikkadt vándor, hogy aztán újra erőt, lelkesedést, tüzet, meleget, szeretetet nyerjünk. Ez a szeretet mindent megelőző szeretetként helyez a földi létbe, fogad magáévá a keresztségben, ajándékoz meg hittel, és emel magához, amikor földhöz ragadt életünk mélységeit járjuk. Ez az isteni szeretet késztet imádságra, ad éneket az ajkunkra, hívogat a gyülekezet közösségébe, és teszi örömtelivé életünket családban és egyházban. Ez az isteni szeretet ébreszti az Isten iránti szeretetet is bennünk, a hódolatot és az imádatot, amit ebben az órában átélhetünk. Ez a szeretet késztet a még oly nehéz természetű embertárs szeretetése is, de mindannyiunkéra. Ezen a vasárnapon a Soproni Evangélikus Líceum öreg diákjai találkoznak itt, az ősi evangélikus templom meghitt boltozata alatt. Emlékeznek tanáraikra, lelkészeikre. Nem nosztalgikus visszaemlékezés ez csupán, az ifjúság boldog kék madara bizony elrepült, hanem a szeretet felidézése, a tiszta emberség forrásának a keresése, visszajönni oda, ahol életet, indítatást, belső tartást nyertünk, a köszönet és hála aktusa. Felértékelődnek előre ment tanárok tudásukban és szeretetükben, mert mélyen igaz, hogy az marad meg bennünk, amit tőlük kaptunk, tudásban, megértésben, emberségben, szeretetben, amennyire segítettek minket felnőtté válásukban. Ebbe a szeretetbe rejtőzött bele élettapasztalatuk, egyház és hazaszeretetük a hűség városában. Legyen áldott értük az Isten, legyen áldott emlékezésünk is. Ez a szeretet természetesen túllát az egykori osztálytár szükségén, a barát betegségén, a hűség városa határain, magához öleli az egész nemzetet minden bajával, örömével, sikerével, s túllát a nemzet határain is, magához öleli azokat, akik a határon túl élnek, vagy más nép és nemzet fiai. Ez az egészen mélyről táplálkozó isteni szeretet űzi ki egyedül szívünkből a félelmet is. Mert valljuk meg, különösen az elmúlt időszak háborús napjaiban féltünk és rettegtünk. Bénító szorongás vett erőt rajtunk. A sors kiszámíthatatlansága, a történelem szeszélyes fordulatainak ideje bennünket is. Talán újra imára késztetett. Istenhez indított, mert az ember a jó napokban könnyen megfeledkezik róla borús napoknak.
sötét fellegeknek kell érkezni, hogy az ember újra megtanuljon imádkozni, hogy aztán újra elmondhassa, hozz bármit, Uram, te velem vagy, történjék velem bármi, te javamra fordítod, itt vagy az örökké valóságban. Milyen döbbenetes, ez a félelem visszalopódzik az ember szívébe, ez egy állandó belső lelki harc, hogy ne a szorongás kerítsen hatalmába, hanem az isteni szeretet gondviselő jósága vegyen birtokába. Ezért nem feledkezhetünk meg hát a forráshoz jönni. A szomjazót megelégíti az Isten önmagával, önmaga szeretetével, hogy végképp kiűzön onnan minden félelmet, mert hiszen az Isten szeretet. Ámen. Imádkozzunk. Örök felsét hozzád kiáltunk, lakozzék szent országod nálunk, amely lényed képmása része, szentelj és áldj meg lelkünk egészére nézve. A földi jót se vondd meg tőlünk, az életen át, mit itt töltünk, add, hogy legyen hegy, völgy, barázda, bő áldással megkoronázva. Ámen. Mi pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. Mi pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Istenünk, Atyánk, imádkozzunk mindazért, amire napról napra szükségünk van. Kenyérért asztalunkra és jó egészségért, tiszta levegőért, tiszta vízért, tiszta élelemért, szeretetért azoktól, akik szeretnek, bizalomért az emberek között, békességért a földön, boldogságért a jövő nemzedéknek. Add meg mindezt kegyelmesen. Urunk, hallgass meg minket. És imádkozunk ezért az országért, amelyben élünk és dolgozunk.
rokonainkért és barátainkért, szomszédainkért és munkatársainkért, életkedvért és örömért minden embernek, bölcsességért és jó akaratért azoknak, akik vezetik népünket és kormányozzák a világot. Add meg mindezt kegyelmesen. Uram, hallgass meg minket! Imádkozunk azokért, akik jólétben élnek, hogy szívük meg ne keményedjék, hogy minden nap hálát adjanak jóságodért. Imádkozunk segítségért minden szenvedőnek, igazságért az elnyomottaknak, kenyérért az éhezőknek, gyógyulásért a betegeknek, vigasztalásért a szomorkodóknak. Add meg mindezt kegyelmesen. Urunk, hallgass meg minket! Imádkozunk minden ember üdvösségéért, a hívőkért, nem hívőkért és téged keresőkért. Imádkozunk egyházunkért és az egész egyházért, hogy világosságot terjesszen a világban, hogy megvilágosítsa az életútját az emberek előtt. Add meg mindezt kegyelmesen. Urunk, hallgass meg minket! Imádkozunk minden ember üdvösségéért, a hívőkért, nem hívőkért és téged keresőkért, de imádkozunk magunkért, hogy szelídséggel és megértéssel legyünk mások iránt, hogy Jézus Krisztus lelkülete legyen bennünk, mert számunkra ő az út, a világosság és az élet. Őt áldjuk és magasztaljuk, amíg élünk, mind örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Oh.
Krisztus hívők, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Most pedig az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon neked békességet.